Elcsúsztam a tyúkszaron. Kis kosárba finkottá. Jó hírem van! Sziasztok! Legtöbben a Dragon Ball-os Zsolti paródia által ismertek. Előttem két villamos. Papát segge csillagom! 4 hónapba telt, amíg elkészítettem. Sok idő telt el. El kellett találjam a száj mozgását a zenére. Ami nagyon nehéz volt. Programozóként kitaláltam egy rendszert, amivel ezt nagyon könnyen meg lehet oldani. Akár te is hasonló videókat készíthetsz nagyon könnyen. Bemutatom nektek a Mi Melody alkalmazást. A képernyőt húzogálva a szája mozog. Kiválasztok egy másik karaktert, Raditz, mozog a szája. Bekapcsolva a kamerát, a szádat nézi majd. Jó, respekt és tisztelet Zsoltinak, a békának, a halálos leveli stílus megalapítójának. A lényeg, hogy felveszed a zenének a szájtátogását, és kiválasztod a karaktereidet. A program legyártja neked a videót automatikusan. Ez mind szép és jó, nézzük meg, hogy hogyan is lehet videót készíteni. Kezdjünk is egy új projektet. Már vannak meglévő videóim, példa kedvéért megmutatom nektek, hogy hogyan kell letölteni. A felső sarokban van egy ilyen download gomb, és fel lehet használni a szájtátogást a következő videók elkészítésébe. Legtöbbször az lesz, hogy nektek van ötletetek, hogy miből lehetne jó videót készíteni, és lehet, hogy nem lesz meg a tárhelybe a videó, ezért nézzük meg, hogy hogyan lehet videót készíteni. A plusz gombbal lehet videót kiválasztani, Team 4 Star epizód, nézzük meg. Válasszunk ki egy részletet, ahol valaki kinyitja a száját. Előre és hátra is lehet. Megtaláltuk ez, meg ez. Hosszan tartva kiválasztom a kezdetet, majd hosszan tartva kiválasztom a véget. És itt alól láthatjuk, hogy kiválasztottam 3 képkockát, a becsukás, fél kinyitás és a kinyitás animálása. Le is mentem ezt a szájmozgást, kész vagyok, Krillin kap egy pofont. Azért választottam egy szájtátogóst és egy animálós akciójelenetet, hogy bemutassam nektek, hogy mire képes a program. Menjünk vissza, válasszuk ki a 2 előkészített jelenetet, válasszunk egy zenét hozzá. Először fel kéne venni, hogy lesz a tátogás. Ez az alkalmazás tátogásra van kiélezve, viszont akciós jeleneteket is lehet előre és hátra játszani. Le, fel, akkor előre, hátra megy. Na most a zenére fel fogom venni a mozgást. Mikor azt mondja, hogy boom a fejbe, akkor ritmusra kapja a pofont Krillin. Halott vagy haver, azt Krillin fogja eltátogni. 0.5-ösre veszem a zenét, akkor így pontosabban tudok felvenni. Megnyomom a képernyő elejéből Record Lip Sync gombot, ezzel elkezdve a felvételt. 3, 2, 1. Kész vagyunk. A következő lépés az az, hogy megadjuk, hogy hogyan van az átmenet. Mi következik miután? A pofon, majd a szöveg. Majd a pofon, majd a szöveg. Kezdjük az elejétől, és megnyomom a Record Transition-t. 3, 2, 1, 1. Kész vagyunk. A videónk készen áll a végső lépésre. Ha vannak olyan részek, amiket ki szeretnénk javítani, megnyomhatnám, és akkor újra felvehetném a szájtátogást vagy a pofont. Én úgy látom, hogy nincs nagy baj, a jobb alsó sarokba tovább lépek, kigenerálom a videót. Pár másodperc alatt kész van a YouTube képes videó. Kész vagyunk. Na hát, meg is volnánk. Kevesebb, mint 10 perc alatt elkészítettük a projektünket, amit, hogyha megszokott videóvágó progival készítenénk, több órán keresztül kilódnánk azzal, hogy hasonló eredményt érjünk el. Arra kérlek titeket, hogy töltsétek le az alkalmazást, és minél több videót próbáljátok vele készíteni. Folyamatosan fejlesztem az alkalmazást, minden visszajelzést nagy örömmel fogadok. Jó szórakozást! Cső!